Idén 25 éve, hogy a Pécsi Gandhi Gimnázium megkezdte oktató-nevelő munkáját. A Gandhi 25 újra együtt elnevezésű jubileumi rendezvénysorozat egy különleges eseménnyel vette kezdetét hétfőn délután. Bogdán János emlékművét avatták fel a kollégium aulájában. Az intézmény alapítójának plakettje építkezések és új termek kialakítása miatt került át korábbi helyéről. Azt gondoltuk, hogy ide a kollégium épületnek egy központi helyére fogjuk áthelyezni. Nyilván azzal a céllal, hogy aki ebbe az épületbe bejön, azt találja magát szembe az alapító, igazgató emlékművével, hogy emlékét ezzel is megőrizzük. Az avató ünnepségen elhangzott, Bogdán János mindig is szívén viselte a tanulók és szüleik sorsát. Ezt a szellemiséget viszik tovább ma is az iskolában. Az eseményen Ignác István ismertette az ünnepi hét további programjait is. Az igazgató elmondta, egésznapos programokkal készültek a diákok számára. Többek között szakmai napot és cigány népismereti versenyt is rendeznek az intézményben. 25 órás cigány meseolvasást közvetítünk majd az interneten keresztül az érdeklődőknek. Szintén csak a 25-ös szám bűvöletében kollégák, vállalkozó kedvű kollégák és diákok döntöttek úgy, hogy egy 25 órás kerékpározás, folyamatos kerékpározás lesz itt az iskolában majd. A hét végén, szombaton pedig Gandhi napot tartanak az iskolában. Ekkor a régi és jelenlegi tanulók, oktatók találkozhatnak egymással, de minden érdeklődőt várnak, akik számára fontos a Gandhi gimnázium.